Az NB2 keleti csoportjának elődöntőjében az alapszakasz győztes BKG Prima S ellen lépett pályára Debrecenben a Sunshine Nyikse. Az esélyesek a hazaiak voltak, akik az első negyedben 23 pontos előnyt szerezve tartottak erődemonstrációt. A második 10 percet mindössze 1 ponttal veszítették el a nyíregyháziak, de a folytatásban tovább nőtt a két csapat közötti különbség, és a házigazda végül 46 pontos győzelmet aratva zárta a párharc első összecsapását. Tudtuk, hogy a mezőny legerősebb csapatával kerülünk össze, a BKG Prima DS-ével, akik régi NB1-ás, NB1-B-s kerettagú játékosokkal rendelkeznek, illetve hát több külföldi játékosuk is van. Itt az NB2-es kiírás engedélyez ilyet, hogyha valaki munkaviszonnyal vagy tanulmányi szerződéssel rendelkezik. Itt az ellenfélben 7 ilyen játékos volt. Igazából papírform eredmény alakult. Két negyedben szorossá tudtuk tenni a mérkőzést, ahol egált játszottunk, egy pontos, illetve két pontos különbségek voltak, az első, illetve a harmadik negyed ment el. A két nyert meccsig tartó párharc második felvonása pénteken 18 óra 30-kor kezdődik Nyíregyházán a Bánki csarnokában. Az a célkitűzésünk, hogy legyen tartása a csapatnak. Azt, amit egész évben mondhatom azt, hogy felépítettünk védekezésben, támadásban, a csapatkohézióban, az egy erős ellenfélen próbáljuk kamatoztatni. Ha periódusonként nézzük, akkor minden apró dolognak próbáljunk örülni, akár védekezésben, akár támadásban. Most idegenben is dobtunk 75 pontot. Én azt gondolom, ez megsüvegelendő egy ilyen csapat ellen. A védekezésre, illetve az eladott labdákra kell nagyobb gondot fordítanunk. Minden apró dolognak örülni fogunk, szeretnénk megnehezíteni az ellenfélnek a dolgát. A másik elődöntőben az első meccsen a Ceglid egy ponttal legyőzte a Deacot. A párharcok győztesei a döntőben, a vesztesek pedig a bronzcsatában találkoznak majd egymással.